A legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakról szóló első napirendi pontban döntenek a LED izzócsere program őszi folytatásáról. Október 1-től november 15-ig lehet ismét regisztrálni az ingyenes energiatakarékos égőkre. A második körben azok a háztartások vehetnek részt, amelyek az elsőből kimaradtak. Beszámoló hangzik el a város közbiztonsági helyzetéről, melyből kiderül, hogy tavaly 18%-kal nőtt a Szombathelyen ismertté vált bűncselekmények száma. Több garázdaság és rongálás történt. Az eredményességi mutató 8%-kal romlott, a nyomozások 71%-át fejezték be sikeresen. Tárgyalnak a Gessler Mária keramikus művész által felajánlott gyűjtemény átvételéről szóló megállapodásról, és békepárti határozatot is elfogadnak. Megalkotják a 2022. évi zárszámadási rendeletet, és módosítják az idei költségvetést. 240 millió forintot fordítanak az északi iparterület infrastruktúra fejlesztésére, 15%-os béremelést hajtanak végre a hivatali és szociális dolgozók körében. Megvitatják az önkormányzati cégek tavalyi beszámolóját, a Szova vesztesége 400 millió, a Szomhullé 96 millió forint. Fenntartható mobilitást elősegítő pályázaton való részvételhez 2,6 millió forint önerő biztosításáról dönthet a közgyűlés. Zárt ülésen önkormányzati cégekkel, a Szovával, a Szomparkkal, a Szomhullal, a Vasi Vízzel és a Temetkezési Kft-vel kapcsolatos döntéseket hoznak. A 9 órakor kezdődő közgyűlést élőben követhetik a Szombathelyi Televízió műsorán és Facebook oldalán. És hogyha már útra a ünnepség.